Az önkormányzati ingatlanok felújításáról és karbantartásáról beszélgetünk a következő néhány percben. Szeretettel köszöntöm dr. Tóth Tibor Józsefet, a Városgazda 18. kerület Nonprofit ZRT műszaki divíziójának vezetőjét. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is, önt is, és a kedves nézőket is. Karbantartás felújítás, jó nagy téma, hiszen tudjuk, hogy rengeteg minden történt az elmúlt évben. Kezdjük is talán az elmúlt évvel. Hogyan születik meg a terv arra, hogy milyen, most beszéljünk először a karbantartásról, milyen karbantartási munkálatokat szükséges elvégezni egy ekkora területen, mint ez a kerület? Igen, hát a karbantartási terv összeállítása egyrészt feltételezi azt, hogy tervezni kell. Tervezni sokféleképpen lehet, mi azt az utat választottuk, hogy egyrészt az összes önkormányzat tulajdonában álló és feladatkörébe tartozó intézményt felmértünk, és a felmérés során tapasztaltakat összegeztük, ebből készítettük el azt a tervet, ami alapján az éves munkát végül is teljesítettük. A felmérés az talán újdonság volt itt a kerületben, hiszen én ragaszkodtam ahhoz, hogy mindenképpen tudjon a felmérésről, illetve annak eredményéről maga az intézmény vezetője, hiszen ő az, aki mindennapokban megéri magát az intézmény egészét. Másrészt a tulajdonos önkormányzatnak a képviselője is legyen jelen, aki tudja azt, hogy mi az a szándéka az az építményével, épületével, egyáltalán intézményével. Másrészt pedig legyen egy szakmai támogatása is ennek a bejárásnak, tehát ezért is volt ott a mi divíziónk egy-egy műszaki ellenőre is ezeken a bejárásokon. Ez a három oldalú részvétel eredményezte azt, hogy minden ilyen bejárás során, ami egyébként az évet megelőző utolsó hónapokban, tehát az adott tavalyi 2012-es évet megelőző utolsó hónapokban történt, tehát ez 2011. októberre, novemberre volt, ekkor így a bejárások eredményeként elkészültek a jegyzőkönyvek a helyszíneken, ahol mindannyian ezt aláírták, és ennek összegzése eredményeként készült el lényegében a mi teljes 2012. évre vonatkozó karbantartási tervünk. Ugye a bejárás az egy egyszeri esemény, de én azt feltételezem, hogy évközben azért az elkészült tervek módosulhatnak, hiszen sok minden kerülhet elő, ami még a bejárás idején nem látszott. Hogyan sikerül ezt a folyamatos kontrollt fenntartani? Folyamatos kontrollt végeredményben maga az intézmény életében szerepet vállaló személyek azok, akik biztosítják, hiszen az intézményben dolgozók, egyrészt a maguk az intézményi, tehát szakemberek, akik ténylegesen tevékenykednek, másrészt pedig hát a karbantartók, egyebek, akik szintén részt vesznek, ők azok, akik a napi problémákkal szembesülnek, ők ezt azonnal jelzik is nekünk. Tehát, de ezeket meg kell különböztetni azoktól a tervezett karbantartási munkálatoktól, hiszen a tervezett karbantartási munkálatok azok, amik már jó erővel látszanak, és a szükségesé teszik, hogy ezt, szükségesek arra nézve, hogy az épület egésze rendben legyen, míg a másik, tehát az, ami a nap, mindennapokban keletkezik, azok mind-mind új problémák, amiket bejelentés útján szintén kezelni tudunk. Általában egy év alatt karbantartási vagy felújítási munkálatokból kell többet elvégezni? A karbantartási munkálatok azok, amik lényegesen nagyobb számban fordulnak elő, a felújítási munkálatok azok olyan típusúak, amelyeket a tulajdonos, ha úgy tetszik, a jövőbe vetett célja érdekében szándéka szerint kell majd megtenni annál az épületnél. Tehát ez egy nagyobb volumenű, nagyobb akár a anyagi ráfordítás terület vagy tekintetében is egy nagyobb összegű munkálatról van szó, és hát mindenképpen jellegében is egy jelentősebb mértékű munkáról szól, amikor felújításról beszélünk. A karbantartás az, hogy a mindennapos működéshez szükséges szintet biztosítsa a tulajdonos, illetve az, aki ezt az egészet üzemben tartja és fenntartja. Ezek a munkálatok, most mind a kettőt értem ez alatt, milyen típusú ingatlanokat érintettek leginkább, és akkor rögtön azt is kérdezem, hogy milyen jellegű munkákat kellett többségében elvégezni. Van-e valami jellemző adat ezzel kapcsolatban? Hát amit, hogy mondjam, jellemző, mindenféle munka előfordult, ugye 101 intézményről beszélünk a kerületben, ami egy őrült nagy szám, és szokatlan is a többi kerülethez viszonyítva is akár,
Tehát egy jelentős mennyiségű ingatlanról beszélünk, ahol természetesen mindenféle hiba és hiányosság előfordulhat, amit orvosolni kell időről időre. De hogy valami olyan számot mondjak, ami mindenképpen akár mérvadó lehet, a 2012. évben elkövetett festési munkálatainknak a nagyságrendje az 25.000 négyzetmétert is meghaladta, ami egy lényegében teljes nagyméretű bevásárló központnak a méretét jelenti, tehát egy akkora intézményt ki tudtunk volna ennyiből festeni például. Az elég komoly számnak tűnik. Ugye említette, hogy egy kicsit olyan újdonságnak tűnt azt, hogy bejárás is történik gyakorlatilag a kerületben. Ebből arra következtetek, hogy esetleg ez nem volt gyakorlat korábban. Ez nem tudom, ez esetleg mutatta azt is, hogy milyen jellegű munkákat kellett elvégezni mondjuk 2 évvel ezelőtt, és milyeneket most. Nem tudom, tehát hogy van-e valami javuló tendencia, erre akarok rákérdezni. Igen. Azt gondolom, hogy kell, hogy legyen látványosan is, hiszen ami a legfontosabb része ennek a bejárásnak az volt, hogy valóban mindenki tudjon, minden érintett szereplő tudjon arról, hogy mi az, ami szükséges az adott intézményben. Ahhoz, hogy tisztességgel tudjon működni az elkövetkezendő években is. Ez volt az elsődleges szempont. A másik pedig az, hogy ne mások mondják meg, hogy mire van szükség, hanem tényleg azok, akiket érintettek, ők döntsenek is erről. Amiben pedig újdonság volt, hogy a korábbiakban is voltak különböző felmérések, ennek megfelelően különböző tapasztalatok, de hogy ebből milyen munkát végeztek, az mind-mind különböző volt, és sok esetben akár lobby érdekek, akár egyéb más föl nem ismerhető érdekek voltak, amik döntöttek a ténylegesen elvégzett munkák mennyisége mellett. Itt ebben az évben semmi egyéb, mint az, hogy mire van szükség. Ezért elsőként és valóban újdonságként 2012-ben a 2011 év végén történt felmérések alapján összegyűjtött munkálatok mindegyikét megvalósíthattuk, amire példa valóban az elmúlt évek évtizedekben nem volt még ebben a kerületben. Tehát ilyen értelemben egy újdonságot produkáltunk, és ez azt is jelentette, hogy minden egyes intézmény vezetője megkapta azt, amit ő szükségesnek vélt, hasonlóképpen, ahogy az önkormányzat is látott szükségesnek, azt megtudta, hogy mindegyetlen szükséglet volt rá, ki tudta ezt fizetni is egyben. Tehát azt jól értem, hogy ami a tervbe bekerült, azokat a munkákat mind eredményesen... Igen, tehát az összes munkálat, ami ebben a tervbe szerepelt, az egytől egyig elvégzése megtörtént. Lehet-e már tudni valamit a 2013-as évről? Például megtörtént-e ez a bejárás, és abból látszik-e valami, hogy mennyi minden vár önökre? A 2012 év végén hasonlóképpen az előző évhez most is megtettük ezt a bejárást, hasonlóképpen jegyzőkönyveztük a szükséges munkálatokat. A szükséges munkálatokat egytől egyig, ha úgy tetszik, be is árasztuk. Ennek a tervdokumentációja most az utolsó fázisában van ennek az elkészítése, és amint ez megvan, akkor átkerül az önkormányzathoz, mint tulajdonoshoz, hiszen ő van abban a döntési pozícióban, hogy eldöntse, hogy valóban mindent el kíván végeztetni, meg kíván rendelni tőlünk, avagy sem, vagy azt esetleg milyen formában történik. Ennek a rendje, hát a költségvetéstől függ, nyilvánvalóan ez, ha jól tudom, ennek a kidolgozásában folyamatban van. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm én is.